Kutyaugatástól volt hangos április 19-én a Magyar Kanizsai Strand. A török kanizsai Sled Dog Sport Club Szerbia harmadszor szervezte meg ezen a helyszínen az egyébként már negyedik nemzetközi szánhúzó kutyaversenyét, amelyre mintegy 60 résztvevő nevezett Magyarországról, Bulgáriából és Szerbiából. A magyar versenyzők között Európa bajnokok is voltak. A versenyt nagyszerű időjárási körülmények között tartották meg. A 15-16 fokos hőmérséklet a legtöbb, ami a főleg északi kutyákból, huskikból és malamutokból álló mezőnynek alkalmas a versengésre. A budapesti Csizmadia Blanka kutyás futásban indult és nagyon kedveli, amit csinál. Blanka teniszezik is, és szerinte a két sportág nagyszerűen kiegészíti egymást. Nagyon sok kondink van, ahol rengeteget kell futnunk, és ezért is nagyon jó kiegészítés igazából ehhez a kanikrossz, amikor a kutyával futok. Mostanában ugye nekem két kutyám van, velük rollerezek, és akkor emellett általában kölcsönkérek kanikrosszra kutyát. Én ezzel kezdtem, tehát ez volt az első sportágam, és nagyon a szívemhez van nőve, tehát hogy amikor csak tudok, elindulok kanikrosszban, és függetlenül attól, hogy előtte már indultam rollerrel, és egy kicsit fáradtabb vagyok, mint a többiek, de talán az a legélvezetesebb számomra. Ma két kategóriában indultam, egyszer rollereztem a két idősebb kutyámmal, ők 6 és 4 évesek, és most a legfiatalabb, neki ez volt az első verseny, tényleg csak egy ilyen kis próbaverseny a szezon végén, velem a nyáron kezdünk el úgy esténként rendszeresebben edzeni, hogy a szezonnyitóra már azért legyen valamennyi kondia, meg tudja az irányokat, és vele futottam, vele kanikrosszoztam, úgyhogy élveztem, tehát vele még nem volt lehetőségem versenyezni, és nagyon kis ügyes volt. Milyen az átjárhatóság a határokon át a különböző versenyekre? Hát mi mindig jövünk, illetve hát nekem az előző verseny kellett először kihagynom betegség miatt, de soha nem szekte semmi ilyesmi kedvünket, tehát mi nagyon szeretünk itt lenni, nagyon szeretjük az embereket, a társaságot, a szervezőket, úgyhogy mindig nagyon szívesen jövünk minden viszontagságtól függetlenül. A versenyen megszólaltattuk Kóris Edina Európa bajnokot is. Nagyon jó hangulatú verseny, jó időjárás volt a kutyáknak kedvező hőmérséklettel, úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagyon jó napon vagyunk túl. Mi kutyás futó versenyszámban, kanikrosszban versenyzünk, kutyuskámmal. Más számban még nem, de lehet, hogy előbb-utóbb más számokra is sor kerül. Saját kutyámmal versenyeztem, igen. Nem szánhúzó kutyám van, hanem egy sintértelepről hazahozott keverék kutyával futkosunk rendszeresen versenyeken, elég jó eredményekkel. Az a jó a canicrossban, illetve itt a legtöbb atletikus kutyásportákban, hogy nincsen fajtához kötve, főleg az itthoni hazai rendezésű versenyeken nincsen megszabva, hogy csak kimondottan északi kutyafajtával vagy vizslafélékkel lehet versenyezni, úgyhogy gyakorlatilag bárki bármilyen fajta kutyával rajtozálhat. Mennyiben más egy Európa-bajnokság? Abban egyezik, hogy ott is futni kellett, és itt is. A mai verseny az egy egyfutamos, egynapos verseny volt. Hát ugye az Európa-bajnokságon 16 ország vett részt, és a verseny az 3 napból állt, 3 futammal. Magyarországon fontos szerep jut az utánpótlás nevelésnek. Junior versenyzőink is vannak. Már a tavalyi Európa-bajnokságra is visszatérve, dobogós helyezésen is voltak junior 15, 14, 16 éves versenyzőink, úgyhogy utánpótlás van, jó lenne, ha még több lenne. Junior kategórián kívül azonban most szerencsére évről évre egyre több gyerkőc áll rajthoz, és egyre több családot sikerül erre a sport felé orientálni, ami nagyon-nagyon biztató a jövőre nézve.
last night the party was pumping. Hey, yeah. V.I.O. And everybody having a ball. V.I.O. Until the fellas start the name calling. V.I.O. And the girls respond to the call. I have a pool with shout out. Who let the dogs out? Who? 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 Scruffy, boss Scruffy, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, V.I.O. Two of the girls calling them canine. Hey, V.I.O. But they tell me, hey man, it's part of the party. V.I.O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? A Magyar Kanizsai versenyen ügyelt az állatorvosi szolgálat is, hiszen a versenyzők mellett a kutyáknál is fennáll a sérülés kockázata. Ittán mi nem azt ellenőrizzük, hogy a kutyák mennyire fajtiszták, vagy mennyire tiszta tenyészetből származnak, hanem kizárólag az egészségügyi ellenőrzés a mi feladatunk. Jó kondíció, egészséges és védőoltásokkal ellátva legyenek. Mennyire gyakoriak a sérülések? Minden ilyen rendezvényen kötelező egy állatorvosi részvétel, tehát minden rendezőnek hívni kell állatorvosi szolgálatot, aki ellenőrzi ezeket a törvényes előírások betartásait. Szerencsére nekünk itt pont ezen a rendezvényen 4 éve vagyunk folyamatosan itt, eddig még nem volt komolyabb beavatkozásra szerencsére szükség, ami azt jelenti, hogy fegyelmezettek a kutyák, fegyelmezettek a gazdájaik, nem történtek marakodások, és nem történtek szerencsére sérülések sem a verseny során. Nem mint állatorvosként tekintek csak erre a versenyre, hanem mint kanizsai polgár is, és örülök, hogy egyáltalán vannak olyan fiatalok tele entuziazmussal, akik hajlandók ilyen versenyeket megszervezni és véghez vinni, mert ez nem kis szó ennyi embert idehozni, megtartani, megszervezni, bizony egy szép látványosság Kanizsának a repertoáriában. A leglátványosabb versenyszáma több kutyás fogatok versenye volt. Lipcsei Péter 7 malamutot fogott be 4 kerekű kocsia elé. 2 éve már voltunk itt, akkor is nagyon jó volt, és most is nagyon élveztük. 1-2 kutyát talán még könnyű kordában tartani, de hetet, követik az első 2 kutyát, tehát az első 2 kutya mindig a legerősebb és a leggyorsabb és a legokosabb is egyszerre, a többiek mennek utánuk. A gazda alapvetően irányít, megmondja, hogy merre szeretnénk menni, de mivel ilyenkor az első kutya akár 10-15 méterrel előttem van, ő jobban látja a terepet, neki ki kell tudni javítani, amit én rosszat mondok. A fogat egy kvadra hasonlít, amelyre egy bemutató kör elejéig felmerészkedtünk mi is. Vadból lett átalakítva, tehát egy tönkrement kvadot lett szétszedve és abból kialakítva. Ezt egy magyar sporttársunk csinálja, gyártja. Ez már egy jó néhány éve, egy 15-20 éve alakuló és formálódó technológia. Úgyhogy ebből több is van. Noha a sportág egyre népszerűbb Magyarországon, kiépített versenypályák még nincsenek. Ez a sport azért annyira nem nagy, hogy saját versenypályáink legyenek, ugyanígy, ahogy itt is ilyen erdei utakat szoktak kijelölni a versenyeknél. Van már néhány bejáratottabb verseny, mint szeptember végén a szezonnyitó Dunaharaszti verseny, ahol már régi bejáratott utak vannak. De hát minden évben van egy-egy sporttárs, aki próbálkozik és rendez egy saját versenyt. Magyarországon már létezik kutyasport szövetség, a sportágat mégsem támogatják. Saját zsebünkből megy ez a dolog.
Magyarországon. Hát versenyszervezés az időnként adnak, de nem nagyon. Van egy kutyasportszövetség, ami nem csak a szánhúzókat, hanem az egyéb kutyásportokat is egyesíti, tehát az agility, kutyás frisbee, flyball, egyéb ilyen kutyásportokat összefogja. Ez nem egy olcsó sport, szerintem, bár még a canicross, ugye, amihez nem kell kifejezetten túl sok felszerelés, egy öv, egy gumisporáz, illetve egy hám, de ahogy már haladunk felfelé, tehát a rollerek, az eszközök, akkor mi most már messzebbre is elmegyünk versenyekre, tehát bele lehet ölni tényleg jó sok pénzt. Hát egyelőre ez még önköltséges. Önköltséges. Az igaz, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Magyar Kutyasport Szövetség elnökének, aki nagyon sok versenyt, tehát ugye gyakorlatilag a legtöbb versenyt ők szervezik egy évben, és biztosítják a helyszínt, gyakorlatilag a nevezést is esetleg volt már igen olyan, hogy nevezési díjba beszálltak, illetve hát a külföldön megrendezésekről környékünkben, Ausztriába, Szlovéniába való utakra is volt, hogy segítettek, segítséget kaptunk. Novemberben lesz a következő 2015-ös Európa-bajnokság Dániába, és meglátjuk, szeretnénk kijutni. Valaki ehhez hozzá segítsen meneteket a sportszövetségekkel kívül? Igen, reméljük, hogy a Kutyasportszövetség segítségével Dániába is sikerül majd kijutnunk, hogy megmérettessük magunkat. Myself, I man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? A rutinos magyarországi versenyzők mellett jól szerepeltek a házigazdák is, hiszen Liridon Rezsbecsáj és a klubelnök Domonkos László is nyert a saját kategóriájában, Rebecca Sorgye pedig férfi mezőnyben második lett. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon meg vagyunk elégedve ezzel a nagyszámú versenyzővel, ami most volt ezen a versenyen. Hányan voltak pontosan? Ha jól emlékszek, 56-ot számoltunk, de ez nem biztos, majd a legvégén ki fog derülni. Milyen 20-30 emberre gondoltunk, ez messze menően túlszárnyalta a várakozásainkat, és külön köszönet a Magyar Klubnak is, hogy ilyen nagy számban képviselték magunkat, valamint a Bulgár Klubnak is, hogy eljöttek ilyen messziről ide hozzánk. A közönség több versenykategóriában szurkolt kedvenceinek. Volt kutyás biciklizés egy kutyával, kutyás biciklizés két kutyával, edzőkocsizás és kutyás rollerezés egy kutyával és két kutyával is, és ezen kívül a legvégén volt egy ilyen kis, a gyerekeknek ilyen kett csinálónak kis futás, ilyen 2-300 métert, és a legkisebbeknek pedig ez a 100 méteres kis kör itt a mögöttem lévő játszótér körül. A csaknem 5 kilométeres pályát több napig készítették elő a szervezők. Gyerdei útról beszélünk, amit nagyon sokan használnak. Sok munka volt vele, nagyon köszönjük a segítséget a különböző vállalatoknak, akik biztosítottak nekünk traktort és vágért is. De szerintem sikerült egy elég jó állapotba hozni ezt a körpályát. Kicsit rázós volt a középső része, amúgy nem volt nehéz, nem voltak benne emelkedők, ez egy sík pálya, homokos, hol földes talajon. Most 6 kutyás fogadta látunk rajthoz, elég jó eredményt értünk el, kicsikét lehetett volna jobb is, de majd most így a szezon végén már ez így benne van, ez a kis lazítás a kutyák részéről is, meg az én részemről is.
body was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. A Szentdog Sportklubot a török kanizsai önkormányzat támogatja, de mivel a versenyeket magyar kanizsán szervezik, a szomszéd település mellett a helyi vállalatok, intézmények és maga a magyar kanizsai önkormányzat is felkarolja az eseményt. Török kanizsán nem nagyon van olyan terület, ahol tudnánk ilyen körversenyt csinálni, de a magyar kanizsai önkormányzat és a magyar kanizsai városháza is biztosította nekünk idén már másodszor, és immáron másodszor a kempinget. Áramot, vizet, ebben nagyon szépen köszönjük nekik is, nagyon segítettek bennünket. Domonkos László haszkiai a kiállításokon is megmutatkoznak. Mi kutyáink azok úgymond alapjáltalán sókutyák, kiállítási kutyák, csak mivel ez egy olyan fajta, ami munkakutya, ezért is kezdtünk el foglalkozni ebben a sport részével, és nagyon jó látni, hogy például az öt kutyánkból négy kutyának, vagy három kutyának a tenyésztője mai nap is ellátogatott. Ott ő nem szokott sportolni, de imádja látni a kutyáit mozogni velünk. Lászlót is megkérdeztük, vajon megéri-e foglalkozni ezzel a sporttal? Anyagi szempontból nem, de a kutyák szeretete és az emberek, akik imádják ezt a sportot, ők látni rajtuk az arcukon, hogy boldogok és hogy jól érzik magukat, ez így igen. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking to the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, drill, and gancy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, that's it. Who let the dogs out? Who let the dogs out? A verseny végén a legkisebbek is rajthoz álltak, és a szülők segítségével kedvenc négylábújjukkal tehették meg a számukra kijelölt rövid távot. Party. Who put a win in front and a man behind? I have a woman shout out.